Sziasztok mindenkit, üdvözlök! Nagyon jó hír került ki a PC World oldalára, miszerint már október 19-ét jelölték meg egy dátumnak. Már kapható lesz az Intel Core 9. generáció, főként a felső kategóriás processzorok, de már az Intel Core i5 9600K-ról is beszámoltak, hogy már elérhető lesz. Ez nagyon jó hír, hiszen nagyon érdekel minket az új generációs Intel processzor család, ráadásul ha ezeket bevezetik a piacra, elképzelhető, hogy egy jobb árérték arány fog kialakulni, mint jelen helyzetben a 8. generációs Intel processzoroknál. Leszögezem, nem biztos, hogy módosulni fog a 8. generációs processzoroknak a bődületes túlárazásra, viszont elképzelhető, hogy jobb árérték arányba fogunk majd kapni 9. generációs processzort a 8. generációshoz mérten, ami természetesen azt akarja, hogy jobb teljesítményt, és nem biztos, hogy annyira drágán, mint amennyibe most kerül a 8. generáció. De erről biztosat nem tudunk, ezek még csak feltevések. Ami biztos, hogy jönni fog az Intel Core i5 9600K, az Intel Core i7 9700K és az Intel Core i9 9900K, és nagyon úgy néz ki, hogy még idén ezek szerint 14 nanométeres gyártás technológiával készülnek. Most ez nem annyira jó, hiszen már jó ideje itt tartunk, AMD már a 12-t is meglépte, azonban azt is vegyük figyelembe, hogy annak ellenére, hogy például a második generációs Ryzen CPU-k már 12 nanométeresek, mégsem tudták überelni a 14-es Intel processzorokat, lényegében ez nem biztos, hogy tragédia lesz. 95 watt fogyasztást kap elvileg ez a három processzor, így tették külön a cikkbe. Ez egyáltalán nem számít rossznak, lényegében nem igazán nő a csúcs teljesítményű processzorok fogyasztása, hiszen már jó ideje az i7-ek is itt vannak korábbról a 95 watt környékén, ez teljesen jó információ. Ami még jönni fog, nagyon sok csúcs kategóriás processzor, látjuk lentebb i7 és i9-ek sorakoznak. Na most nem biztos, hogy ezek meg fogják érni az árukat, látunk gyengébb processzort is komolyabb áron, mint a felső három közül, mondjuk az i9 9900K-nál. 8 meg 16 szálot már megvan, nem tudom, hogy miért kellene bárkinek variálni, ez olyan, mint a Kabilék X-nél volt egy csomó modell, aztán kivonták egy szűk év elteltével a forgalomból, mert túlárazott volt, nem tudott annyit, és a kutyának nem kellett, ráadásul az X299-es alaplap is rohadt drága volt, egyáltalán nem érte meg, és a fogyasztás is több 165 wattot írnak. Én előre láthatólag ezt a alsóbb listát minden szegmensből kizárnám, persze majd látjuk a teszteket, azért van itt 18 mag 36 szálas processzor is, ami biztos, hogy munkában brutális lesz, játéka pedig majdnem, hogy fölösleges mondjuk egy i9 9900K-hoz képest. Nagyon érdekesek ezek a processzorok, nagyon várom a teszteket, mondom, főleg az első három és majd az ez alatti processzorokra lesz érdemes odafigyelni, mondok az i5 9600K alatt, majd jön majd az i3 nyilván, több i5-ös modellek, szerintem gamer és még munkában is ezeket érje meg majd elsősorban, de itt van nekünk a csúcs szegmensé rakat i9-es processzorra is, erről is fontos tudnunk. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!